Az újonnan választott és tagságában megfiatalodott német önkormányzat vezetői elsősorban arra voltak kíváncsiak, milyen elvárásoknak kell megfelelniük, mit vár tőlük a nemzetiség. Az új elnök Fülöp Monika azt mondta, nehéz örökséget vettek át, mert az előző testületek komoly munkát végeztek a népcsoport hagyományainak és értékeinek őrzésében. Az előző önkormányzat az előző ciklusból egy nagyon jól működő és nagyon jól felépített programot hagyott hagyatékul ránk. Az előző ciklusból egy képviselőtárs, aki most is képviselőtárs, tehát segíti a munkánkat, illetve hagyatkozhatunk az előző elnök segítségére is. Másfelől pedig egy nagyon nehéz csomag, mert meg kell felelnünk ezeknek az előző feladatoknak, ezeknek annak a színvonalnak, amit az előző önkormányzat állított nekünk. Másfelől pedig szeretnénk azért új programokat is bevenni, tehát tovább visszük azokat a programokat, amik voltak, tehát a térzene, a Mözsisvábbál, a Kervastrudelfest, de szeretnénk nyitni az iskolák és az óvodák fele, tehát szeretnénk egy nemzetiségi tánccsoportot itt a városba létrehozni. Az ifjúsági fúvózenekarral szeretnénk, tehát egy ifjúsági fúvózenekart szeretnénk létrehozni, illetve hosszabb távú céljaink majd, hogy nemzetiségi tábort szeretnénk itt a városban a gyerekeknek nyaranta. A közmeghallgatáson részt vettek az óvodák képviselői, akik azután érdeklődtek, lesz-e forrásuk a nemzetiségi oktatás költségeire. A válasz egyértelmű igen volt. Én azt gondolom, hogy a városban működő nemzetiségi klubra, a Mözsi Nemzetiségi Klubra mindenképpen számíthatunk. Én nagyon remélem azt, hogy az egyéb civil szervezetekkel is ki tudunk építeni egy nagyon jó kapcsolatot. Várjuk, hogy mit várnak tőlünk, tehát ezért is szerveztük mára ezt a közmeghallgatást, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a nemzetiségi népcsoport, de nem csak a németek, hanem egyáltalán a városban élő polgárok mit várnak a nemzetiségi önkormányzattól, és nyilván ennek fényében, vagy ennek tudatában majd a mi munkatervünket majd módosítjuk, hogyha ez nem teljesen felel meg az elvárásoknak. Én azt várom, hogy legalább ugyanazt tudjuk, tehát azt tudjuk folytatni, és ugyanolyan színvonalon tudjuk folytatni, mint amit az előző önkormányzat folytatott. És remélem, hogy az ifjúságot egy kicsit jobban be tudjuk vonni a nemzetiségi életbe. A munkaterveinek alapján sor kerül majd egy nemzetiségi tanösvény felállítására. Az ma még bizonytalan, hogy külön épüljön-e egy Mözsön, és külön Tolnán, vagy egy nagy közös olyan hely jöjjön létre, ahol megismerkedhetnek a svábság történetével az érdeklődők. Jelenleg a gyűjtő munka zajlik. Az összegyűjtött anyag mennyiségétől függ természetesen a népviseletet, akkor jó lennének ilyen történetek, vagy mert jó, biztos, hogy lesz az egyik táblán, mert ez eddig legalábbis az volt a gyakorlat, amiket én láttam, hogy azért egy összefoglaló, tehát a betelepítésről, a hogyan, hol, amikéntről, egy összefoglaló történeti leírás mindenképpen lesz, de azon kívül is, tehát ami úgy még az embereknél maradt meg, tehát nem úgy, hogy leírt formába csak, hanem hallotta, szüleitől hallotta, tehát ilyeneknek az összegyűjtésében azért nagyon szeretnék kérni a segítséget. A tervek szerint díjat alapítaná a kisebbségi önkormányzat a németségért legtöbbet tevők jutalmazására. Fülöp Monika elnök azt mondta, a többségi önkormányzattal szeretnének az eddigiek szerinti jó együttműködést kialakítani. Nagyon jól működött a két önkormányzat együtt, amit az én tudomásom szerint támogatta a Tolnaváros önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatot, és én úgy gondolom, hogy ezután is hagyatkozhatunk rájunk, és számíthatunk a segítségükre. A németséget akarjuk minden erőnkkel szolgálni, mondta a frissen megválasztott elnök. És a közös célok elérése érdekében számítunk mindenki segítségére, akinek fontos kultúránk továbbéltetése.